Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor elkezdjük. Kicsit közelebb és sokkal hangosabban. Semminél. Hát jó. Jó estét kívánok, én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. A tárlatvezetést ezzel a képpel kezdem. A viszony az eredethez címet kapta, és ez a kép idén áprilisban az Invazív című kiállításom kapcsolódó programján készült. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban volt ez a kiállítás áprilisban, ami kapcsolódott a Budapest Art Week programsorozathoz. Ehhez szerveztünk egy élőfestést, és a Budapest Art Week programja alatt, vagyis április 17-22-ig volt ez a megtekinthető festés. És ezt a programot körülbelül decemberben kezdtük el tervezni, és akkor én már erre a vászonra egy női nemi szervet kezdtem el felvinni, illetve hát ezzel a témával foglalkoztam. És akkor a kurátorral, Dankó Rékával azt beszéltük, hogy állítsa meg ezt a képet itt, és majd az élőfestés folyamatában folytassam tovább. Ezt így is tettem, és akkor azon is gondolkodtunk, illetve az ő ötlete volt, hogy mivel női nemi szervvel foglalkozunk, ez a születés témája, az előző kiállításomon pont a halállal foglalkoztam, tehát ez milyen jó kontraszt lesz, illetve pont 2018 Semmelweis születésének 200. évfordulója, tehát ez is így vitte arra a dolgokat, hogy a születés legyen a téma, illetve hát a személyes kapcsolatom, hogy a női nemi szervek, nőiséggel kezdtem el foglalkozni, tehát hogy ez jól illeszkedik szervesen abban, amit csináltam. Úgyhogy megállítottam ezt a képet, nem folytattam, viszont nem tudtam megállítani magamban ezt a folyamatot, úgyhogy kisebb képeken folytattam, illetve kísérleteztem a kompozícióval, hogy mit is akarok valójában ezen a képen megmutatni. Ezeket a kísérleteket a szemben láthatjátok, Vázlatok a viszonyhoz címmel. Két kisebb női nemi szerv, illetve egy férfi nemi szerv. És amikor ezeket fölvittem, vagy elkezdtem velük dolgozni, akkor rájöttem, hogy ez kísértetiesen hasonlít kompozícióban a Courbet 1866-os A világ eredete című képhez, és akkor utána néztem ennek a képnek jobban, bővebben, hogy miért is csinálta úgy egyáltalán a történetével és mindennel kapcsolatosan tisztában akartam kerülni, és ezt egy török diplomatának az erotikus sorozatában egy megrendelésre készítette. Ugyanakkor az volt nagyon érdekes ebben a képben, hogy attól függetlenül, hogy teljesen naturálisan egy női feltárulkozást mutat be, a címének mégis azt adta, hogy a világ eredete. Tehát olyan, mintha gyakorlatilag áthúzta volna az egész vizuálisan fölvázolt témát, és azt mondta volna, hogy ez azért nem csak erről szól, hanem kicsit többről, tehát hogy nézzünk mélyebbre. És akkor én itt találtam kapcsolódást az én dolgaimmal és az én képeimmel, hogy én is ezt akartam ebben a kompozícióban kifejezni, hogy ez sokkal többről szól, mint a külső nemi szervekről, illetve hogy menjünk beljebb a testbe. És ez annyira megfogott, hogy akkor eldöntöttem, hogy azon a nagy képen, amit majd a Budapest Art Week alatt a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban folytatok, vagy megcsinálok, befejezek, akkor ott sokkal erőteljesebben előveszem ezt a Courbet képet, és akkor megcsinálom erre a saját parafrázisomat. Úgyhogy ennek a képnek, tehát a szemben lévő kép, az gyakorlatilag így alakult ki. A Courbet kép kapcsán ugye nagyon sok parafrázis született, és Orlánnak 1989-ben volt még egy nagyon híres munkája,
ami egy férfi föltárulkozást ábrázolt egy ágaskodó pénisszel, és úgy gondoltam, hogy, hogy ezzel is kell kezdenem valamit, mert ez is érdekel, és akkor festettem ezt a képet, és ugyanakkor azon is gondolkodtam, hogy ebben az volt számomra a folyamat, hogy én ezt hogyan értelmezem. Ő ugye azt a címet adta, hogy a háború eredete, hogy számomra ez háború, vagy sem, vagy hogy milyenek az erőviszonyok. És én azért választottam ehhez a képhez ugyanezt a méretet, mint ehhez a képhez, mert én egyfajta egyenlőséget akartam a kettő nemi szerv között, illetve egyfajta párbaállítást a kettő között. Igazából először így párban is képzeltem el őket, aztán valahogy így elszakadtak, elkezdtek külön életet élni, de hogy az én koncepcióm alapvetően ez volt. Ennél a képnél már erősen, tehát ez volt igazából az utolsó csepp a pohárban, hogy elkezdjék egy másik anyaggal dolgozni, mert itt már annyira vastagon viszem fel a festéket, hogy szó szerint elkezdtem szégyelni magamat, hogy ez már pazarlás. És akkor már régebb óta bennem volt, hogy kísérletezni kellene más és olcsóbb anyagokkal, amik nagyon nagy dimenzióugrásokra képesek, vagy váltásokra. És akkor kezdtem el a burhabban kísérletezni, és gyakorlatilag ennek egy eredményét láthatjátok itt, ami képnek indult, aztán ahogy fejlesztettem, építgettem, az átesett a szobor irányába, de ezzel az egész kép, szobor dologgal tovább kísérletezem, hogy hol lehet az arányokat beállítani, mit is szeretnék, mikor szobrot, mikor képet. Ezt a munkát nem is szervnek indítottam, tehát igazából tényleg az érdekelt, hogy hogyan tudok ezzel az anyaggal bánni, de végül is az lett belőle, tehát kapcsolódik így az összes többihez, ezért is kapta a térbeli terv a viszonyhoz címet. Ezek is, tehát a címük vázlat a viszonyhoz, illetve a nagyképnek is viszony az eredethez, ahol gyakorlatilag azt vizsgáltam, hogy nekem milyen a viszonyom ehhez az egész témához, illetve amikor láttak, hogy festek, hogy nekik milyen a viszonyuk. Tehát ez a, alapvetően ez a viszony dolog érdekel ezeknél a munkáknál. A női képek, női munkák, azok úgy karakteresen ezzel a képpel kezdődtek, vagy indultak el, mert előtte inkább, tehát hogy előtte szerveket festettem, és mindig megjelent valami befoglaló forma, mint ahogy ennél a képnél is, hogy valami zsákszerű, és igazából tűnt el először a fej, hogy most már biztos nincs szükségem fejre, hogy ennél általánosabb dologról lesz szó. Tehát, hogy használom a befoglaló formát, és hogy az akkor miért ne ember legyen, és itt volt az először, hogy akkor legyen nő, és különféle egyéb politikai, társadalmi, érzelmi dolgokból kifolyólag végül is ez a munka született. Ezt a munkát először tavaly a Vásárhelyi őszi tárlaton mutattam be, oda bezsűrizték, és Hódmezővásárhely az én szülővárosom, és elmentem a megnyitóra, ott találkoztam az első rajztanárnőmmel, még a 8 osztályos gimnáziumi éveiből, és megkért arra, hogy fessem meg az arcképemet, ezt lehet, hogy az előzetesből, a kiállítás előzetesükből is hallottátok. És akkor így mondani akartam neki, hogy de hát itt van, de aztán végül is nem mondtam ezt neki, hanem így hát, skippeltem a témát, de utána nem hagyott békén a dolog, vártam vele, és akkor idén valamikor júniusban kezdtem el foglalkozni az önarcképpel, és akkor azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnám személyessé tenni, hogyan tudom megfogni ezt a témát, és hát persze adódott, hogy akkor a szervekkel foglalkozzak, és a
Tehát rögtön jött Árcsimboldó, aki a növényekből, könyvekből rakta össze a portrékat, megnézegettem, hogy ő hogy építi fel a kompozícióit, majd csináltam magamról fotókat, elkezdtem vázatolni, egyik barátom mondta, hogy a keletieknél használják ezeket az arctérképeket szervekkel, akkor azokat is nézegettem, és akkor valahogy nekiálltam a munkának ezen vázlatok alapján, és itt három dolog volt, ami fontosnak tűnt, majd később feszültséget is okozott. Tehát az egyik az az volt, hogy megtartsam az arcomnak a belső arányait, tehát hogy felismerhető legyek, hogy ez én vagyok. A másik dolog az az volt, hogy ez egy szervportré, tehát szervekből épül föl, és a laikusoknak is fel kellene ismernie rajta a szerveket. És a harmadik dolog az az volt, hogy megtartsam azt a festői modort, amiben én dolgozom. Tehát, hogy nagyon frissen, tehát, hogy frissen keverem a vászon a festéket. És összeütközésbe került két dolog, a szervek, hogy hasonlítsanak a szervekre, és ez a festői stílus, és akkor úgy döntöttem, hogy az egyiket elengedem, és ez volt a, tehát a közelebb állót azt megtartom, és akkor azt engedtem el, hogy a szervek annyira hasonlítsanak. Tehát inkább megtartottam a festőiséget és azt, hogy hasonlítson rám. Így született meg ez az ön arckép. Én ennyit gondoltam tárlatvezetésképpen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. De azért még lehet kérdezni, nem? Igen, igen, kérdezni bátran. Igen, tehát ez a direkt kontakt, tehát hogy ennél a képnél is azért volt nehéz, mert ecsettel könnyebb valamit naturálisan, tehát hogy realisztikusabban nézzen ki létrehozni. Meg a vékonyabb, tehát hogy vékony rétegeket húzunk egymásra, rasszúrozunk, stb. De hogy én annyira szeretem ezt a direkt közvetlenséget köztem és az anyag között, hogy tehát ez egy olyan dolog, ami nagyon nagy örömet okoz. És tehát amikor, és azért is szeret, tehát hogy én közel megyek a képeimhez, közel csinálom őket, és szeretném is, hogyha mások is így közel jönnének hozzá, és így közelről megnéznék őket. Vagy egyébként az olajfestéknek semmi baja nem lesz, tehát vagy tehát hogy meg is lehet akár érinteni, hogyha mondjuk ez lett volna a kérdés. Mert engem múzeumban mindig elfogadják, hogy megfogdossam a szobrokat, vagy például képeket is mindig nagyon közelről nézem meg. Tehát hogy pont ez a viszony érdekel, hogy ők, tehát hogy a más festő közel megy hozzá, vagy hogy hogyan készíti, hogyan. Körülbelül így tudnék válaszolni. Nem tudom, hogy sikerült. Tudom, hogy erről még sokat tudsz mesélni, úgyhogy... Igen, meg az az izgalom, hogy maga a festék, amikor így bedöglik, elkezd koszossá válni, elkezd ilyen sárszerűvé válni. És hogy igazából ez egy olyan anyag az olajfesték, ami szerintem ekkor sem tud meghalni. Tehát, hogy pont még akkor is olyan kontrasztokat lehet vele létrehozni, és úgy lehet vele építkezni, és úgy lehet vele bánni, ami számomra egy nagyon fontos, tehát nagyon fantasztikus. És én ezt nagyon szeretem a festésben, vagy ebben a munkában, ahogy én dolgozom. Tehát ez volt egy ilyen határátlépés részemről, mert mindig azt tanultam iskolában, hogy van egy pont, ameddig, ahova már nem megyünk el. Tehát ahonnan az a kép bedöglött, ahol annak vége van, ahol ezt ki kell dobni, és újat kell kezdeni. És amikor az olajfestéknél átléptem ezt a pontot, hogy azt mondtam, hogy nem érdekel, és hogy igenis bedögölhet, és hogy úristen, akkor kezdtek el olyan dolgok fölnyírni előttem, tehát hogy az anyag olyan dolgokat mutatott meg, amiket addig soha nem láttam. És ez varázslatos.